Arra kérném a tisztelt lakókat, hogy ne így ebben a formában helyezzék ki a lomhulladékot a közterületre, hanem becsomagolva, dobozokba, zsákokba elhelyezve. A Fodor utcában lévő lomkupacot mutatja Körös László. A 20 Kft. Ügyvezetője felhívta a figyelmet arra, azzal, hogy a lakosság becsomagolva teszi ki a lomot az utcára, a hulladékgyűjtők munkájának a hatékonyságához járul hozzá. Az őszi lomtalanítás szeptember 15-én kezdődött Keszthelyen, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is van olyan hulladék, amit nem lehet kihelyezni. Figyeljünk arra, hogy olyan hulladék kerüljön ki a közterületre, ami a lom kategóriába tartozik. Ez pedig az a nagy méretű hulladék, ami a háztartásokban hulladékként keletkezik. Szőnyeg, ruhanemű, bútorok, egyebek, kerti bútorok, ezek mehetnek a lomba, de elektronikai hulladék, építési törmelék, beleértve a nyílászárókat, veszélyes hulladékok, ezek nem kerülhetnek ki az utcára most. Múlt szombaton Kertvárosban és az északi városrészben gyűjtötték a lomot. Az ügyvezető tapasztalatai szerint zöggenőmentesen zajlottak a munkálatok, bár még mindig sok az elektronikai hulladék. A 20 Kft. Az idei évtől az eddigi 3 alkalom helyett 5 szombaton átgyűjti a lomot város szerte. Emellett még egy újdonságot is bevezettek. Lakótelepes övezetekben konténereket is kihelyezünk majd a lakók számára. Azt kérjük, hogy ezekbe elsősorban nagyobb darab bútorokat, olyan nagy, fizikailag nehezen összetörhető, a kukáskocsik által nehezen összeroppantható dolgokat tegyenek bele, amivel pont ez a célunk, hogy kíméljük a hulladékgyűjtőgépjárműveket. A konténereket már csütörtökön délelőtt kihelyezték a 20 Kft. Munkatársai. A Vaszali Kolos utca környékén 8 darab 7 és 5 köbméteres konténerbe lehet gyűjteni a lomot. Fontos, hogy a lomtalanítás során az autógumikat is ki lehet tenni, jól elkülönítve a többi hulladéktól. A rendőrség tájékoztatása szerint a lomtalanítási napokon fokozott figyelmet fordítanak a közbiztonságra. A lomtalanítási időpontokról a 20 Kft. Honlapján lehet tájékozódni.